Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 7-én van egy portálnap. Az azt jelenti, hogy itt kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ennek van gyógyító ereje. Azon kívül kinyílik itt ez az ajtó a spirituális területre. Ez egy finom energiamező. Ezen az estén tartok egy portál nap szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalon. Dendera Susanna Medici. Ebben a naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét, de a majáknál ez 13 napig tart, és a 13-as szám náluk egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, a 13-as szám az szerencsét is hoz. Ez a portálnap július 7-e a 17. hullámban van, és ez az időszak arra jó, hogyha vannak nálunk álmok, vágyak, elképzelések, hogy ezt megvalósítsuk. Vagy saját erőből, vagy keresünk kapcsolatokat, akik tudnak ebben segíteni. A lényeg az, hogy megvan a lehetőség mindazt, amit elképzelünk megvalósítani. Ez a portál nap július 7-e, ez a 8. nap ebben a 17. hullámban. És ez a nap azt jelenti, hogy bizonytalanok vagyunk. Van egy kis húzavona, tegyem vagy ne tegyem, érdemes-e igen vagy sem, vannak lehetőségek, talán igen, talán nem. És az a lényeg, hogy áttegyük magunkat ezen a bizonytalanságon, és hozzunk komoly és okos döntéseket. Ezen a napon a szimbólum az cíp, és lefordítva bagoly madarat jelent, és a bagoly madár, ez látható itt a képen, jelenti az éjszakát, a visszahúzódást, az álmokat vagy a meditációt, de jelenti a bölcsességet is. Hogy vagy valaki ad számunkra egy okos tanácsot, amit el lehet fogadni, vagy az a jelentősége a bagoly madárnak, hogy kell ez a befele fordulás, a meditáció, hogy hallgassunk a belső hangunkra, hallgassunk az intuíciónkra, mert ez adja számunkra a bölcsességet, és ez alapján hozunk okos döntéseket. Én összefoglalnám azt, hogy mit jelent ez a portálnap, miben segít ez a szertartás. Egyrészt van gyógyító ereje. Másrészt vannak lehetőségek, hogy tevékenyek legyünk a spirituális területen. Vannak ötletek, vannak álmok, vannak elképzelések. Akkor is, ha ezen a napon kicsit vacillálunk, kell a belső erő, hogy higgyünk abban, igen, ez a terv most megvalósul. Nem kell azonnal indítani, de legalább erősíteni kell a hitet, és ezen a napon így bagoly madár segítségével, vagy mások segítségével, vagy a saját belső hangunk segítségével
Most megvan arra a lehetőség, hogy legyen egy új irány, legyenek konkrét tervek, hogy most okos döntéseket tudjunk hozni, hiszen megvan ez a bölcsesség. És ez volt a felvétel. Örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Azon kívül, mint említettem, a Facebook oldalon megjelenik naponta a Maja Naptár. Nem minden nap van portál nap, de naponta beszámolok arról, hogy melyik hullámban vagyunk, hogy ez mit jelent, és hogy meddig tart, melyik nap ebben a bizonyos hullámban, és milyen szimbólum uralkodik azon a napon. Erről is beszámolok. Ezen a portálnapon szív uralkodik, ami lefordítva bagoly madarat jelent, és utal a bölcsességre. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!